Ezrek vonultak utcára Amerika szerte Donald Trump győzelme után. A tüntetők a frissen választott elnök ellen demonstráltak. Az Egyesült Államokból Vizin Balázs tudósít. Donald Trump nem az elnökünk, Trump tűnjön el, ne vedd el Amerikát. Ilyen és ezekhez hasonló szlogeneket kiabálva vonultak a Trump ellenes tüntetők New Yorkban a Trump Building elé. A demonstráció békés volt, rendbontás nem történt. Az épületet rendőrök vették körül. A tömegben nagyon sok fiatal volt, akik a jövőjüket féltve vonultak az utcára. Trumpot sokan rasszista kampánnyal vádolják. Az egyik tüntető azt mondta, elfogadja, hogy Trump lett az elnök, de minden nap azon lesz, hogy ez ne tartson tovább 4 évnél. A tömegben sokan Hillary Clinton támogatták, de bőven akadnak olyanok is, akik szerint Trumpot csak Bernie Sanders tudta volna megállítani. Chicagóban a tüntetők csoportokba verődve érkeztek a frissen választott elnökről elnevezett toronyházhoz. Ennek sosem lesz vége, addig fogunk harcolni, amíg Trump el nem tűnik, mondta az egyik tüntető. Philadelphiában, Los Angelesben, Oaklandben, Portlandben és Seattleben is több százan, néhol több ezren vonultak az utcára, hogy Trump ellen tüntessenek. Oaklandben a tüntetők tüzet raktak az utcán. Sokakat frusztrál közülük az újonnan választott elnök muszlim és bevándorló ellenes megjegyzései. Van, aki az Obamacare nyerteseként az egészségbiztosítását félti, és olyan is van, aki az illegális bevándorlókkal szembeni keményebb fellépés miatt aggódik. Az ATV híradóját Vizin Balázs tudósította Atlantából.